Magyarország kormánya a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló rendeletének hatályát ismételten meghosszabbította. A benne foglaltakat 2021. március 1-ig lehet alkalmazni. Ezek alapján adott ki közleményt Cegléd-város önkormányzata arról, hogy Cegléden is a 2020. november 11-től elrendelt korlátozó intézkedések érvényben maradnak március 1-ig. A maszkviselés a kormányrendeletben foglaltakon túl Cegléd-város önkormányzata rendelete alapján a város belterületén továbbra is kötelező a vasútállomás nyitott területén, az autóbusz pályaudvar nyitott területén és az autóbusz megállóhelyeken, a belvárosi piac teljes területén, illetve közintézmények, pénzintézetek előtt és üzletek előtt kialakuló várakozás időtartama alatt. A NAV frissíti az idei járulékbevallások nyomtatványkitöltő ellenőrző programját. A hamarosan megjelenő új verzió alkalmas lesz arra, hogy a kedvezményeknél már a 2021-es minimálbér és a garantált bérminimum alapján számoljon. Az érintett bevallások következő verziója 2021. január 1-ig visszamenőleg is lehetővé teszi a személyi kedvezmény esetében a megemelt minimálbérrel történő számítást, illetve a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményeknél a magasabb összeggel történő igénybevételt. Az új verzió publikálásának várható időpontja 2021. február 8. Már csak két napig lesznek kint a megszokott helyeken az üveggyűjtő konténerek. Az önkormányzat negyedévente tesz ki a város több pontjára üveggyűjtő edényeket, hogy oda bárki beletehesse az otthon már feleslegessé vált üvegeket. Ilyenek a befőttes üvegek, sörös, boros üvegek és üvegpalackok. A konténereket most is a piac Árpád utcai kapujához, a tápterménybolt melletti területre, a Gubodi Park Rákóczi út felüli részére, a Mizsei út Sáska utca sarkára, a volt kenyérgyár oldalába, valamint a Balcsi-Zsilinszki térre, a volt ökovíz épülete mellé helyezték ki. Az üveggyűjtés február 7-éig tart.